2019. október 9-én azzal a céllal hívták össze a Kiskörösi Gazdakör Egyesület közgyűlését, hogy megfiatalodjon a vezetés és megújuljon az egyesület. Országosan szerintem nagyon kevés a fiatal gazdálkodó, de mivel Kiskörös és környéke olyan szerkezetű, tehát ültetvény, nem nagy szántóföldi szerkezetű mezőgazdasági régió, ezért sok kis apró gazdálkodó van, és ha sok kicsiből is a kevés a fiatal, de itt nagyobb arányban, mint országosan, én úgy gondolom, sokan foglalkoznak ültetvényen, már nem csak úgy szőlővel, gyümölcsössel, stb. És kertészetben is egyre többen próbálkoznak. Az egyesület új vezetése január 16-án azért szervezte meg az előadást a Pátriában, hogy a mezőgazdaságban boldogulni kívánó kiskörösi termelők hasznos információkat kaphassanak a vegyszeres növényvédelem és a tápanyagpótlás újdonságairól a témában jártas szakemberektől. Úgy kell elképzelni a gazdaköri estéket, amik ugye a főcsapás irányunk az egyesületnek, hogy durván minden második hónapban, vagy másfél havonta tartunk egy ilyen estét, ahol jó tudják érezni magukat a tagok, tudnak egy kicsit szakmailag okosodni, egymással megismerkedni, vagy még alaposan megismerkedni, megkérdezni, hogy a másik hogyan végzi az adott munkát, hát ha hall valami új eljárást, új dolgot, ötletet. Az előadások után az idén negyedik alkalommal megszervezésre kerülő városi disznótor is szóba került. Február 8-án már kora reggel érdemes lesz kimenni a disznótor helyszínére, a Pozsonyi utca elejére, a Pátria épülete elé, hiszen ekkor kerül sor a leszúrt disznó perzselésére, amellyel elkezdődnek a hagyományos disznótorral kapcsolatos munkafolyamatok. Persze az sem utolsó szempont, hogy reggelire meg lehet kóstolni a sült vért, később pedig az ízletes sült húst, kolbászt és hurkát, végül pedig a töltött káposztát. Egy nagy újításunk a vacsorát, ugye a művelődési házba tartottunk minden évben, most is ott kerül megrendezésre, de felköltözünk az emeletre, hogy kényelmesen nagyobb helyünk legyen, és így több főt tudjunk vendégül látni, hiszen minden évben teltházzal üzemel a vacsora, a bál, nagyon jó a hangulat, és ezt úgy gondoljuk az emeleten még nívósabb környezetben tudjuk végrehajt vagy megvalósítani, és még jobban fogják érezni az emberek, a vendégek. Aki szeretne részt venni a disznótoros vacsorán, annak érdemes igyekezni a támogató jegyek megvásárlásával, hiszen az elmúlt évek tapasztalata az, hogy gyorsan elfogynak. A vacsorán való részvételt biztosító jegyek beszerezhetők a Petőfi Sándor Művelődési Központban, a János Vitéz Látogatóközpontban, illetve a Rákóczi úti Dohányboltban.